A Fonyódligeti Erzsébet tábor házi olimpiájára sereglett össze az apró nép. Most közel 1000 gyermek tölti itt a vakációt, és bizony nem egyszerű dolog ennyi fiatal szabadidejét ügyesen megszervezni. Hát éppen ez a programvezető, a programszervezők és a segítők előtt álló kihívás. Én itt az Erzsébet táborban egy segítő vagyok. Ez azt jelenti, hogy a programok szervezésében veszünk részt nagy részt, meg őket irányítjuk, hogy ki mikor hova menjen, ebédbeosztásokat, a kisvonatbeosztást, a tegnap bátorságpróba volt, annak a beosztását, annak a levezénylését. És itt mögöttem láthatjátok, hogy a most megy a tábori olimpia, itt is a segítők vezénylik le a versenyszámokat, és nagyjából ez a mi feladatunk, itt mindent irányítunk, vezénylünk, beosztunk, és a gyerekekre vigyázunk. Azokat a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat és közoktatási intézményben dolgozó pedagógusokat hívta segítőnek az alapítvány, akik vállalták, hogy a táborozás megkezdése előtt részt vesznek a két egész napos felkészítésen, és átlagosan 3 hetet áldoznak erre a munkára az életükből. Hát elsősorban szakmai tapasztalat, mert én szeretnék tanító lenni. Tehát ugye a gyerekekkel való foglalkozás az mindenféleképpen ez jó tapasztalat. És már csak azért is, mert szeretek a gyerekekkel lenni itt a táborban, és amennyi időt el tudok velük tölteni, azt nagyon élvezem. Tegnap este például a bátorságpróbát is hiába voltunk ki hajnali 2-ig, én nagyon élveztem, szerintem jobban, mint a gyerekek. Pedig láthatóan ők sem unatkoznak. Az ország minden részéből érkeztek fiatalok. Ők például... Jó a társaság! Sok mindenkivel megismerkedhetünk, és semmi sem kötelező, szabad programok vannak. Kinek mi az van kedve? És a lényeg a foci. Vagy épp a birkózás. Ez persze nem az olimpia része. Tök jó, van sétahajó, van foci meccsek, birkózás, minden van. Diák olimpia a legjobb. Sokan sportolunk. A programvezetőnek igazából a Balatonnal kell konkurálnia. Tehát amikor az időjárás engedi, és a Balatonba be lehet menni, akkor olyan programokat kell kitalálnunk, ami hát egy, talán egy kicsit a gyerekeknek is érdekesebb is, hogy amikor nem a vízben vannak, akkor talán hozzánk is eljönnek, és a látón kitalált programokon is részt vesznek. Ezen a héten sajnos a Balaton kiesett, így hát próbálunk rengeteg programot felajánlani, hát amit a gyerekek vagy részt vesznek, vagy nem, hát természetesen saját döntésük következtében, mert ha tetszik nekik, ott lesznek. Ez a tábor a gyerekek birodalma, a felnőttek pedig itt tényleg csak azért vannak, hogy ők jól érezzék magukat, meg hogy némi rend legyen. Bármit lehet így csinálni, szabad itt az élet.